Nagyszerű, legalább az indítás az jól sikerült. Most már csak azt kéne, hogy mind a három körben előtte tudjak maradni. Ami azért nem kell mondanom kihívás. Nem is kicsit. Lehet az sem árt egyébként kitanulni, hogy hol érdemes használni a gyorsítókat. Aha, azt most ki fogom hagyni, igen. Ez már egy rossz, mert ő már most le tud majd gyorsulni engem. Viszont ezt a kanyart lehet, hogy jobban be tudom venni. Á, kész, kész, vége, megint annyi. Onnastól, hogy ezt a fehéret kihagyod, vége. Ha nincs meg az a három fehér minden körbe, akkor... Elegem van. Ha nincs meg az a három fehér minden körben, akkor véged van. És ha nem tudsz gyorsan indulni, akkor szintén véged van. És ha nem szedsz fel egy zöldet, akkor szintén véged van. Mondom, tökéletes három körre van szükség, úgyhogy irányíthatatlan a játék. Legalábbis igen nehezen irányítható, hiába van egy jó kocsi, de azért még azzal sem egyszerű. Ez most a legjobb kocsi, ami ez a játékba hozzá lehet férni, legalábbis szerintem. Ha csak Veronika kocsia nem jobb, mert azért, mint látható, neki nincsenek akkora gondjai az irányítással, mint nekem. De basszus, ezt nem hiszem, mert úgy visszakoccolt a fal, hogy kapásból kihagytam a fehéret. És ők most akkor szépen elteleportál, én meg megint megszívtam. Úgyhogy most még látótávolságon belül van, ami... Persze, de most meg azt a zöldet hagytam ki, úgyhogy tök mindegy, már megint annyit. Gyakorlatilag már búcsút mondhatok ennek a versenynek. Mert már most megint annyira előttem van, hogy nem is tudom, hogy hogy tudom egyet innen megelőzni. Főleg, ha neki megyek még pár falnak. Hát ez egyszerűen vicc az egész, nem lehet, ilyen tökéletes kört nem lehet futni ebbe a játékba, mert irányíthatatlanak a kocsik. Egyszerűen nem lehet megcsinálni. Úristen, ezt hogy csinálom most például? De megint ott hagyom a fehéret, hát nem hiszem el! Gyerünk, 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 tökéletesen kell csinálnom. Mert most sikerült utolérnem, de... Nézzétek meg, mit művel ez a szar! Hát elrepült a világból! Hú, de rossz! Ó, ott van előttem egy kilométerre, hát... Hogy? Hogy előzzem meg onnan most? Szinte nem hiszem el, komolyan mondom, hogy mekkora egy unfair az az egész. Hát ott megint kiadjam a fehéret. Ez is hiába lett meg, mert ő teleportálni fog úgyis, és akkor vége van. Áh, ezt nem hiszem el, már komolyan mondom. Na jó, ez az utolsó próba, ha nem sikerül, akkor ennyi volt már. Hát nem vagyok hajlandó ezt tovább csinálni. Annyira unom, hogy nem igaz. Egyébként igen, ez a kocsi határozottan kevésbé csúszkál, mint a alapkocsim, amit ugye Bekivel használok. Ez egy sokkal irányítható kocsi, de még így is a kanyarokat mindenképp tökéletesen kell bevenni, és a fehéreket, ha nem szeded össze, akkor véged. Ezt a fehéret itt kapásból össze kéne szedni, aztán ezt a fehéret is itt össze kéne szedni, és itt teleportálunk kell. De nem, most meg túl fogok menni rajta, ezt nem hiszem el, hogy egyszer nem lehet tökéletesen teljesíteni egy nyomvat kört. Most kb. Pont egyszerre megyünk Veronika Voltage-el. Bocsi srácok, lányok, most megpróbálok kicsit kevésbé beszélni, mert még a beszéd is elvonja a figyelmemet erről. Most minden érzékemmel erre kell összpontosítanom. Nem hiszem el, a franc egye már meg megint! És a falat is lekoccolom egy párszor, tök jó, gyerünk! És gyorsan kell menni, hogy egyáltalán mentsem, ami menthető, mert itt úgyis teleportálni fog. Jó, sikerült előtte maradni, hát ez nem tudom, hogy hogy a francba sikerült, de sikerült. Ez az utolsó kör tökéletesen kell csinálnom, úgyhogy biztos el fogom rontani. Könyörgöm, hagyd szedjem össze azt a zöldet! Igen, sikerülni fog, megverem! Végre! Harmadjára sikerült, emberek! Hát ezt nem hiszem el, fú! Egy harmadjára? Nem tudom, hányadjára sikerült, mert ezzel a kocsival úgy értem, tehát az... Tudom, hogy sokkal többet szívtam, mint három. De már csak két pályán kell legyőznöm.
két pályán is. Ja, várjunk csak, ez nem az, ez nem a time race. Ez a time race. Tehát most jön ez, úristen, ettől a pályától félek a legjobban. Hát ez halál lesz. Hát jó, megpróbálom az alapbekivel először, de szerintem úgyse fog menni. Szerintem, hogyha egyszer kikapok, akkor kapásba váltok is a másik autóra, mert ez a pálya, ez úgyse lesz egyszerű. Ez egy mocsok pálya, azt szedem is fel azt a fehéret, mert itt biztos, hogy teleportálom kell ezerrel. Aha, úgy láttam, hogy Veronika húzgon gyűjti a fehéreket, úgyhogy ő már tudja, hogy mit hol kell találni, és hogy működik. Az, amit egyből veszteni fogok egy fehéret, miatt az elektromos nyavaja miatt. Ha csak sikerül, aha, már teleportált is egyet, és itt most tökéletesen kell vennem ezeket a kanyarokat, különben lemaradok. Persze ezzel a kocsival ez nem olyan egyszerű, mert ez úgy csúszik, mintha jégen mennék, vagy olajon, nem is tudom. Tehát egyszerűen borzalmas. Aha, jó, Veronika már előttem van bőven. Most mindenképpen körbe megyek, mert szeretném meg kitanulni, hogy hol vannak a fehérek. De szerintem mindenképpen Veronika nyomvonalát érdemes követni, és azt a részt, ahol ott nehéz kanyarok vannak, amin az előbb átjöttem, és neki is mentem a szélének, azt mindenképpen egy teleportálással célszerű levágni. Jó van, nagyszerű, nagy, köszi, jó van. Itt ugye van egy fáróátka is, fehéret nem látok sehol. Ja, akkor most mindenképpen ott fogok teleportálni, ahol Veronika is, mert... hol van innen a fehér? Ja, azt felszedtem, és akkor addig nem termelődik újra. Itt kéne valahol teleportálunk egyet. De itt nincs fehér. Ja, de itt nincs fehér, akkor megint nem fog tudni teleportálni, az nagyon jó. Aha. Itt kéne egy fejlet valahol összeszednem. Méghozzá itt, teleport, jól van. Persze. Jó, oké, ezt kezdjük előről. Na, tehát akkor az első körben úgy kell mennünk, ahogy ő megy. Azt a fejlet ott kapásból el kell vennünk, utána le kell mennünk az árokba. Kezdjük előről, mert megint nem sikerült. Ez a kocsi túlcsúszik egyfolytában mindenen, az a baj. Ez a kerék borzalmas, csúszós az egész. Jó, tehát itt le kell mennünk balra. És mind a két fejlet össze kéne kapni. Aztán itt fel. Ó, de persze, hogy ezeket a kanyarokat könnyebben beveszi, mert mérföldekkel jobb a kocsia, de még nem teleportál, mert azt a szakaszt fogja ott levágni, amelyik olyan borzalmas, méghozzá szerintem itt fog teleportálni, így is van. Aha. És egy kicsit még várhatunk is a teleporttal, mert különben bele lehet szállni elég gyorsan abban a... Aha, jól van. De azt az zöldet meg hogy kellett volna fölvennem? Hát nem lehet azt a kanyart úgy bevenni, hogy fölved, mert túlcsúszik rajta a kocsi. Szinte biztos vagyok most már benne a time részeket, csak úgy lehet megcsinálni normálisan. Ha... mit akarok? Ha egy jó kocsid van, igen. Tehát egy alapkocsi valamivel elkezded a versenyeket is, szinte esélytelen vagy. Legalábbis ezeket a nehezebbeket tekintve, mert ugye az első versenyszériában azért mi meg tudtuk verni Veronikát nagy nehezen. Na akkor most kell majd figyelnünk. A francba! Basztus, hogy be tudott találni, és vége, ezzel kész, annyi, mert itt most már irányíthatatlaná válik ezzel a gyorsításon a kocsi ezen a szakaszon. Ajvé. Hát talán még be tudom fogni Veronikát. Mert én sokkal előttem ezt az zöldet, és mindenképp össze kéne szedni, de hát nézzétek meg, túlcsúszik a kocsi! Ezt nem hiszem el! Hogy pont betalált az a nyomvat elektromos mocsadék. A nyomvat frigyláda, vagy mi ez? Á, vége, kész. Nem, egyszerűen nem is próbálom meg újra ezzel a kocsival, kapásból megyek a következő autóra. Ezzel én hát nem vagyok hajlandó ezt még egyszer csinálni. Egyszerűen vicc az egész. Ah, gyűlölöm. Mindegy, a stratégia megvan, csak a kocsinak kell jobbnak lennie most már. Na, gyerünk. Ajja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 jj
Persze. Persze. Neki a falnak ezerrel. Nézzük, Veronika, hol nyomja azt a gyorsítást? Valahol itt. Most nyomjuk mi is, és akkor kicsit nyomunk egy oldalra, mert nem akarunk beleszállni ebbe a láncos falba itt oldalt. Jó, itt szerintem vissza is tudom előzni. Most azt a zöldet mindenképpen ezzel a jobb kanyarálású kocsival csak be tudom gyűjteni. Na végre. Aj, nézzetek, ha egyszer neki megy az ember a falnak, mintha hozzá ragadna, nem lehet róla leszállni egy óráig. Gyerünk, gyorsítás, mert az a nyomvat kő már megfogott volna. Nem hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el. És még ez is itt van.
Eddig ez mindig fölül volt, és még lassabb is lett tőle a kocsim. De úgy látom Veronika is belement, mert mintha ő sem lenne túl gyors. Na nézd meg, most meg kiszabadulok a izéből, egyből neki a falnak. Hogy lehet ezt a kanyart úgy bevenni, hogy ne lassulj be tőle? Nem is értem. Teleport! Pont betalál, de még sikerült kijönnöm belőle jól. És akkor, azt az ödet be kéne szedni. Ezt nem hiszem el! Hogy lehet így csúszni ennek a kocsinak, és mi ez a hang különös, amikor csúszik? Milyen farolás ez? Milyen drift ez? Mi ez a hang? Megint ezek a kövek. Gyerünk! Hol a múmia átka? Jó van, most nincs itt. Gyerünk, ne lassulj már be, mert szétszedlek. Szuper. Áááá! Gyerünk, menjél! Könyörgöm, hadd nyerjek. Veronika nem teleportált? Veronikát eltalált, de itt van, teleportált az. Aj, ne a zöld! Én kiírom magam, hogyha most emiatt kikapok, hogy a zöld nem lett meg. Nem! Gyerünk, hol az a múmia? Nem érdekel, átmegyek a célvonal akkor is. Én fogok nyerni és kész. Fú, sikerült. Hát ennél nehezebb pálya nem lehet szerintem. Az utolsó már nem lett ennyire nehéz. És nagyon remélem. Ja, és ott még ott lesz az az űrhajó, ami visszahúz minket. Emberek, egy versenyen kell még megverjünk ezt a nőt, és vége van. Könyörgöm. Tudjátok mit? Én ezzel a kocsival megyek. Nem érdekel, nincs kedvem még egyszer ötször neki kezdeni. Én kapásból ezzel a kocsival fogok menni. Többet szívok lassan ezzel az egy versennyel, mint az összes többivel. Aha, jó van, Veronika nem húzta vissza az űrhajó. Miért nem húzta vissza az űrhajó? És egyébként nézzétek meg, ő már kapásból egy kedvező pozícióból indul a pálya közepéről, míg én így a széléről jövök. És akkor nekem így kéne ezt a kéket felszednem valahogy. És még így is visszahúzott az űrhajó! Ez milyen csalás volt? Hát ez mi volt? Aha, hát akkor így persze, így, ez se lesz így egyszerű. Undorító csalásokkal. De ezt nem hiszem el. Gyorsítunk, nem érdekel, persze betalál az elektromos nyavaja, nem érdekel, akkor is. Muszáj gyorsítani, mert különben ez a nő elmegy. Tudja, hogy fog teleportálni valamikor, ugyanis valamiért nem akart nekiindulni ennek a gyorsítósdinak most. Nekem is jól egy teleport, aha már teleportált és nekem is jól egyet összegyűjteni különben. Csak hogyha jön a rohadt űrhajó, akkor vissza fog húzni engem. Gyerünk, könyörgöm, teleport, gyerünk és megvan a teleport, épp hogy sikerült, mielőtt elvitt volna az űrhajó. Ez most nagyon jól jött ki szerencsére. És még ezt az elektromos sokkot is megúsztam. Kíváncsiak, hogy Veronika mennyit fogja teleportálni különben. Ezen a pályán, vagy a minden körbe fogja, vagy csak abban az egy körben ment teleporttal. Mindenesetre most még előtte vagyok. Ezt az űrhajót meg kéne úszni, most fölveszünk egy pajzsot. És itt van két fehér, úgyhogy ezzel majd össze fogunk tönni egy másik teleportot, ha lesz még egy fehér hozzá. Kell egy zöld gyorsan valahonnan. És akkor egy fehér talán lesz még itt, vagy nem lesz fehér? Nem baj, megpróbáljuk kikerülni az elektromosságot. És majd itt teleportálni fogunk egyet. Az első fehérrel. És lehetséges, hogy egyből meg... Ja nem egyből, mert egyszer újra kell tintani meg kétszer. De gyerünk teleportálás, mert Veronika is itt nagyon próbálkozik. És megvan. Sikerült. Jól van. Fú gyerekek, most meg kell nyernünk akkor Veronika kocsiját is, mert ezzel legyőztük őt minden time részen, nagy nehezen és megkínlódva, megizzadva. Erről van szó. Na lássuk. You have beaten all of my best racing times and proved you are worthy of one of the fastest cars mine. Tehát akkor ezek szerint Veronika kocsia lenne a leggyorsabb a játékban? No de, lényeg ami a lényeg gyerekek, most már a time részeket is sikerült végigcsinálni, és az összes kocsit elnyertük ezzel a játékban, amit csak lehetséges. Vértizzadva megcsináltuk, és hát akkor igazából ezzel vége is van a LEGO Racers végjátszásnak, a retro LEGO játékok ugye ezen részének. Még lesz egy LEGO Racers-ös videó, amikor valószínűleg ketten fogunk játszani egymás ellen a versus részek kategóriában.
majd játszunk pár versenyt egymás ellen, és akkor mit tudom én, megnézzük, hogy 5-ből vagy 6-ból ki a legjobb. Addig is ennyi lenne a LEGO Racers. Remélem tetszett nektek most ez a sok rage-elős rész, hát volt rage bőven, ezt meg kell hagyni, hát sajnálatos módon ez nehéz volt, ez brutál nehéz. Úgyhogy aki még ráveszi magát, hogy ezt végigcsinálja, annak minden tisztelettel, mint látjátok, én ezzel nagyon megszenvedtem. Remélem azért tetszettek minden esetre. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és kommentálni. Facebook linket találtok a leírásban. Ne felejtsetek el Facebook oldalunkat se lájkolni. És akkor nem sokára találkozunk a... És hát remélhetőleg nem sokára következik majd a legújabb retro LEGO játékunk is, amit még egyelőre nem tudok, hogy mi lesz, de hát ez majd kiderül úgyis. Addig is videót mindenkinek, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!